Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen egy szerelmi jóslás gyertya mágiával. A piros színű gyertya az jól passzol a szerelemhez, ehhez a témához, és pontosan ezzel a gyertyával dolgozunk most. A videó végén átküldöm az energiát, ami persze már most is érezhető. Ha megnézzük itt ezt a képet, ez az út jelenti az élet utadat, az övét, vagy mindkettőtökét, és itt látható, hogy az élet utatokon itt előttetek van egy hegy. Ez jelenti a problémákat, jelenti a nehézségeket. Olyan, mintha ez egy köves út lenne, ahol úgy érzed, hogy nem megy tovább, nem tudod, hogyan tovább, hiszen nem látod, hogy mi van a hegy mögött. De szerencsére itt van ez a kasza, mert a kasza el tud vágni bizonyos dolgokat, eltávolítja a problémákat, eltávolítja a nehézségeket. Amit a kasza még jelent, hogy mindez olyan hirtelen jön, amikor nem is számítottál rá. És akkor itt látható, hogy előre mennek, előre folyamodnak az események. Ez a víz jelenti az érzelmeket is, és előtte ez a virág utal a tisztaságra. Itt kitisztul valami, rendeződik valami, megvan arra a lehetőség, hogy beszéljetek egymással, hogy tisztázzatok egymással valamit. Amit ez a virág még jelent a Lenormand kártyáknál, a szexuális témák. Lehet, hogy ilyen szándékokkal közeledik hozzád. De más is fontos, mint például itt a gyógyító erő. Vagy egy hely, ami erőt ad számodra, ahol le tudsz gyökerezni. Az lehet a hivatás, az lehet egy stabil párkapcsolat, lehetnek családi kapcsolatok, vagy egy lakhely, de jelenthet egy kiruccanást is, ahol jól érzed magadat. Nem csak a szerelem fontos. Nem csak az, hogy ezek a problémák elmúljanak, hanem itt láthatóak a halak. És azok utalnak az anyagi dolgokra. Itt a csillagok jelentik, hogy szerencse lesz, hiszen javul az anyagi helyzet. De olyan lassú lesz a javulás, ahogy a fa mutatja. Van növekedés, de olyan lassan, mégis látható, hogy itt gyümölcsözik valami. Amit a halak még jelentenek, a belső értékek. Te értékes vagy számára. Fordítva is így van, ő is értékes számodra, és itt a csillagok jelentik azt, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagokban meg van írva. Azon kívül a csillagok szerencsét fognak hozni. Visszatérve itt a halakra. A halak jelenthetnek alkohol problémákat is. Lehet, hogy ez itt még ez a nehézség, de ez elmúlik. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és itt ez a két kártya hozzád tartozik, utal a te jelenlegi helyzetedre. Itt a gyűrűk jelentik a kapcsolatokat, vagy szerződéseket. Azt is jelentheti, hogy ez a férfi visszatér hozzád, és a hajó utal a reményre, hiszen szimbolizálja a reményt, de az utazásokat is. Itt lesz egy utazás tervezése, vagy vannak külföldi kapcsolatok. Ez az utazás lehet egy belső út is,
Egy lelki kapcsolat kettőtök között. A lelki társad vagy, a férfiak itt láthatóak a képen. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, kezébe veszi a dolgokat. Ez a kép mindazt jelentheti, ami mozog. Ez lehet sport, vagy autó, mint például egy autó vétele, vagy eladása. Lehetnek változások, lehetnek utazások is. A könyvek, azok jelenthetik az ő tudását, vagy egy továbbképzést. De gyakran jelenti az árkózottságot is, hogy ő útban van hozzád, lesznek változások, de ő még nem beszél a terveiről. De legyen meg a hited, a bizalmad, ő jönni fog, hiszen itt a remény, ő visszatér hozzád. És most átküldöm a szerelmi energiát, a gyertya mágiának az energiáját. Csukd be a szemedet, helyezd magad kényelembe, te is meggyújthatsz egy gyertyát, vagy fehéret, mert annak van tisztító hatása, vagy egy piros színűt, és az utal a szívre, a szerelemre, a lelkesedésre, amikor szívvel, lélekkel teszel valamit. Persze jelenti a szerelmet is. És helyezd magad kényelembe, képzeld el azt, hogy mit, hogyan szeretnél átélni, és legyen meg a hited ebben. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá.